2017 óta változott a Magyar Honvédség lőbajnokságának a lebonyolításának a rendje. A versenyszámokat próbálták egy picikét harcszerűbbé tenni, ami úgy néz ki, hogy van egy gépkarabé lövészet, ezen belül egy statikus lőgyakorlat, meg egy dinamikus lőgyakorlat. A pisztolynál ez egy pisztolylőgyakorlat, ami magába foglalja a statikus lőgyakorlat részét, és közvetlenül utána a dinamikus lőgyakorlatot is. A versenyszabályok a statikus gépkarabé lőgyakorlatnál ez úgy néz ki, hogy 100 méteren van kettő körös cél. Ezt a tűzszakaszon fekvő tüzelési teszthelyzetben hajtják végre a lövőállomány, úgy, hogy 4 tárban 5 lőszert táraznak be, majd tűzvezénysző után önálló tárcserével végrehajtják a lőgyakorlatot, úgy, hogy táblánként 10-10 találat legyen lehetőleg. A dinamikus lőgyakorlatnál van 25 méterre a tűzszakasztól egy megindulási terepszakasz, oda le kell tenni 2 tárat, illetve a tűzszakaszra is 2 tárat, még a feladat végrehajtás előtt. Itt a célok úgy néznek ki, hogy 100 méteren van egy körös cél, és 50 méteren egy anatómiai cél. A megindulási terepszakaszon hasonfekvésbe kell lennie a katonának, harcoz vezényszóra, gépkarabéjával kifut a tűzszakaszra, először fekvő tüzelési teszthelyzetben lő a körös célra 5-öt, majd tüzelőállásváltást követően féltérdelésből fedezék mögül szintén 5-öt lő az anatómiai célra, visszabiztosítva ott kell hagynia a fegyvert, majd visszafut a megindulási terepszakaszra 2 tárér, és amikor visszafutott a tűzszakaszra, akkor megismétli ugyanezt a lőgyakorlatot. Erre a férfiaknak 1 perc 50 másodpercük van, a nőknek pedig 2 perc 10 másodpercük van. A pisztolylőgyakorlatnál ennek a 2 számnak a kombinációját gyúrták úgymond össze. Lőgyakorlat első fele a statikus része, itt csak a 25 méterrel lévő körös célra lőnek 2x5-öt, illetve ezt követően az anatómiai célra lőnek szintén fedezék mögül féltérdelve 2x5-öt, és itt is szintén kifutással történik a végrehajtás. Ezen felül még a lőbajnokság rendelkezik egy harmadik versenyszámmal, ez a párbajlövészet. Ez sajnos az elmúlt években nem tudtuk végrehajtani, vagy nem került lebonyolításra. Itt legfőképpen a határhelyzet, illetve a koronavírus járvány szólt közbe, de reméljük, hogy a jövőben ez majd visszatér, hisz az alakulatoknak ez az egyik kedvenc versenyszáma. A Magyar Honvédség lőbajnokságára minden alakulat megkapja a meghívást és a versenykiírást, de a lényegében ebből hány alakulat vesz részt, az mindig a verseny napján derül ki. Általában 15 és 20 alakulat részt szokott rajta venni, szinte maximális létszámmal. Részben összeszokott társaság indul a lőbajnokságon, de természetesen mindig keressük a rejtett tehetségeket utánpótlás, nevelés céljából, és pont az idei év ez ilyen szempontból kivételes is, mert egyrészt kikoptunk a régi jó lövőállományból, hisz voltak vándorlások is, elmentek tőlünk más alakulatokhoz, úgyhogy idén pont így vegyesen vagyunk, hogy van egy összeszokott része, illetve kerestünk új lövőállományt is, akiket most tanítunk be az idei lőbajnokságra. A Budapest helyőrség Dandár lényegében, ami ott az alakulatok közötti bajnokságok megrendezésre kerülnek, minden alkalommal részt vett. Ez olyan 2007-től van így. Szerencsére a Dandárunk az alakulatok között elég jó lövőnek számít, úgyhogy megszámolhatatlan mennyiségű helyezést értünk el, ami azt is bizonyítja például, hogy
hogy a vándorserleget a legutóbb a megrendezésre került lőbajnokságon, ami 2019-ben volt, véglegesen el is nyertük, ami azt jelenti, hogy három egymás követő évben a Dandár nyerte meg az összesített pontversenyt, és így meg is nyerhettük ezáltal a vándorserleget, és ez nem először fordult már elő. A 2020-21-es évben elmaradt a lőbajnokság, ezért idén nem tudjuk, hogy a többi alakulat milyen versenyzői állománya jelenik meg a lőbajnokságon, úgyhogy ez még nekünk is rejtély, hogy milyen helyezést tudunk elérni, de remélem, hogy idén is tudjuk hozni azt a színvonalat, amit eddig is, de ez majd csütörtökön derül ki.